Szeretném nektek megmutatni, hogy egy gyulladásnak például mi lehet a következménye, mert amennyiben az nem gyógyul meg időn belül, akkor annak bizony lesz egy nem kívánatos következménye. Mutatom nektek, magamon kell megmutatni. Tehát először mutatom, itt van a karom, az alkarom. Könnyéktől lefele, ugye semmi nem látszik rajta. Semmi. Itt, nem is tudom, is írtam megmutatni, tehát itt a pólomtól lefele, egy 10 cm-es részen, tavaly előtt, már több mint egy éve toltam az alapítványunk Fiat Tempra kombiját, azt ismeritek, azt a hosszú kombi volt, ugye nem segített senki, hát ez egy azért nehéz autó, és fel kellett, mire csúcsforgatású csúcsforgalomba volt, fel kellett tolnom az út patkára, hogy ugye az autók elférjenek. Senki nem segített, és ennek lett egy nem várt következménye. Először gyengén fájt, majd most egy olyan fél éve. Hát ugye, hogy hordozgatjuk a bútorokat, ilyen nehezebb dolgokat, nem tud gyógyulni, fáskiztam én meg a fenet, ugye mit csináltam neki. Lényeg az, hogy nem kéne mozgatni, lehetőleg nagyon, tehát még vezetni se, mert ahogy mozgatom kezemet, még a váltót is, az ott mozog, tehát nem tud gyógyulni. Na, most már elég komolyan fáj, de viszont ami a következménye, ez. Nézzétek csak, nem is gondolná az ember. Miért nem látom én rendesen itt a kamerával? Ott van egy körömtörés. És ha megnézitek, ott hosszan meg van repedve a köröm. Tehát nem tud begyógyulni ez a körömtörés. De vajon miért? Hát ez a gyulladás egyik következménye. Mivel a gyulladás nem múlt el, ezért lett belőle egy még egy következmény, azon kívül, hogy ott van, fáj, stb. Ez egy köröm problémában is megnyilvánul. Tehát nem szabad elhanyagolni, nagyon vigyázni kell, mert látjátok, a természet, a szervezetünk igenis nagyon megbüntet bennünket ezért. Úgyhogy vigyázzatok, én majd megpróbálom elkezelni, hát amint sikerül majd, akkor beszélünk még erről.